Van. Kezdeményeztük, hogy az átalakítás során vonják be az illetékes parlamenti bizottságot, valamint szakértőit. Sajnos személyes megkeresésemre Bencsik államtitkár úr a mai napig nem adott semmilyen választ. Lehet, hogy már nem is Bencsik államtitkár úr a szakterületet felügyelő államtitkár. Erről a minisztérium honlapján próbáltam tájékozódni, javaslom önöknek is, hogy tegyék meg ugyanezt, de utalást nem találtam rá, mint ahogy arra vonatkozóan sem, hogy hogyan képzeli el az Orbán kormány a fogyasztóvédelem területének a beillesztését a gazdasági tárcához. Hogy van-e egyáltalán helye a tárca struktúrájában. Sőt, tovább megyek, a szakminisztérium honlapján fogyasztó semmilyen információt nem kap, hogy hova forduljon fogyasztóvédelmi panaszával. Önök a kormányváltáskor kiírták az összes honlapra, hogy my God. Most szeretném, hogyha a saját honlapjukra kiírnák ugyanezt a kifejezést, hogyha a fogyasztó megtekinti a minisztérium honlapját, ez az érzése támad az önök információjával kapcsolatban. A médiából azonban több érdekes információra tettünk szert, hogy például az ellenőrzések helyett a prevencióra kívánják a hangsúlyt áttenni. Szeretném azt mondani, hogy értsék mindannyian, hogy ez a vállalkozók részére azt a szabadságot biztosítja, amely egyébként a fogyasztói jogoknak a rovására fog menni. Azzal, hogy az egészségügyi biztosítási felügyeletet megszüntették, a betegjogok érvényesítése sem garantált már kellő mértékben. Az, hogy a hatóságok vezetőinek a kiválasztásánál nem szakmai szempontok játszanak szerepet, hanem a pártérdekek. Hogy 2007-ben ezt a dolgot elindították volna. Szeretném miniszter úrtól államtitkár egy kérdést megtenni, hogy mikor kezdik el a végre az érdemi munkát, és hol helyezkedik el a fogyasztóvédelem a kormányzati struktúrában. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen. Megadom a szót államtitkár úrnak, parancsol. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Hát a rövid válaszom az, hogy a munkát elkezdtük, és úgy gondolom, hogy tisztáznunk kell azért legfontosabban, milyen alapelvekre építjük fel a fogyasztóvédelmi politikát. Én úgy gondolom, két nagyon fontos alapelvet mindenképpen be kell tartanunk. Az egyik pedig úgy hangzik, hogy a legeslegjobb fogyasztóvédelem a verseny. Talán már korábban is említettem, minél nagyobb és minél tisztább a verseny, annál jobb a fogyasztó helyzete, annál inkább képes a fogyasztó választani, és ez egy teljesen normális reakció, hogyha valahol egy fogyasztó csalódik, akkor egy másik termelőhöz tud fordulni. Minél inkább a versenyt kell szabaddá tenni ebben a tekintetben, annál jobban érvényesülnek a fogyasztók érdekei. A másik szempont, amiről talán szintén tettem már korábban említést, valóban úgy gondolom, hogy a fogyasztó védelem három partner együttműködését kívánja meg, a civil szektor, az állam és a vállalkozók együttműködése. Továbbá is tartom azonban azt a kijelentést, amit legutóbb említettem és idézte is. Úgy gondolom, hogy a civil szektornak nem az a dolga egyébként, hogy az állam forrásaiért pályázzon, azokon csüngjön, ha szabad így kifejeznem, és utána pedig ilyen-olyan érdekek szerint szétossza. A civil szektor azért civil szektor, mert képes saját maga is forrásokat szerezni, nem csak az államtól, és elsősorban nem az államtól. Nos, úgy gondolom, hogy ha a fogyasztóvédelmet ezekre az alapelvekre építjük, akkor valóban egy rendszerszerű átalakításra van szükség. Ezen dolgozunk egy komplex programon, hogy a fogyasztóvédelem egészét és vele azért a kereskedelmet is át tudjuk alakítani. Néhány területet említve, például a fizetési határidők kezelése, a polcpénz, a magyar termék fogalmának meghatározása, pontosítása és alkalmazása, ellenőrzések, a megtévesztő eredet megjelölése ellen, minőségi ellenőrzések, fogyasztóvédelmi jogérvényesítés és így tovább. Tehát úgy gondolom, hogy egy komplex programra van szükség, ezen dolgozik jelen pillanatban a kormányzat. Ugye a fogyasztóvédelem kiemelt jelentőségét mutatja az is, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a minisztérium központi hivatalaként látja el feladatát. Ott azon a honlapon egyébként, vagy az ő általuk működtetett honlapon minden fontos információ megtalálható. Ami a kormányzati felelősséget illeti, nem tudom mennyire jó hír vagy sem képviselő úrnak, de a fogyasztóvédelem a minisztérium belül államtitkár felügyeletéhez tartozik, ez esetben jó magamhoz. Aminek én nagy örömmel látok néki, és nagyon megtisztelendőnek tartom ezt a feladatot, mert valóban az egyik sarköve a szabad piacgazdaság működésének. Végül pedig két gondolatot, ha még megenged,
hogy a területi államigazgatás jövőbeni szervezeti integrációnak fogyasztó védelmet érintő vonatkozásával kapcsolatban jelzem, hogy a megyei kormányhivatalok szakigazgatásai szervezetei természetesen szakmailag önállóan látják el a jövőben is feladataikat, szakmai irányítást is az adott ágazati miniszter gyakorolja majd felettük. Itt egy szervezeti összevonásról van szó, szóval gyakorlatilag egy üzemgazdaság vagy üzemméret szerinti szervezette működésről. Említette még a betegjogok jövőbeni érvényesíthetőségét. Itt úgy gondolom, hogy a kormány helyesen lépett, és a felügyelet megszüntetése sem a betegek, sem a szolgáltatók érdekeinek sérelmét nem okozza. Legalábbis erre törekszünk, hogy ilyen változás ne legyen. Jelenleg is egyébként jogsérelem esetén bárki fordulhat az ANTS szervezeteihez is. Összességében készül az új program, és remélem hamarosan a képviselők is részleteiben megismerhetik és megvitathatjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. Megkérdezem Simon Gábor képviselő urat, hogy elfogadja az államtitkári választ. Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálok államtitkár úrnak a feladathoz. Remélem, hogy ezt hamarosan a minisztérium honlapján és egyéb helyeken is nyilvánvalóvá teszik. Bár, mint ezzel az üggyel foglalkozó államtitkár azért ezt a megközelítést a civil szervezetekkel ne tegye, mert úgy vélem, hogy eléggé komolyan zokon veszik, hogyha ez a vélemény a magyarországi non-profit szervezeteknek a tevékenységéről. Megjegyzem, hogy ebben a nagyon nehéz feladatkörben szívesen látja önt a bizottság, hogy adjon tájékoztatást olyan kérdésekről, ami ma sem került az asztalára. Szeretném világossá tenni, hogy a fogyasztóvélem az nemzeti ügy, 10 millió magyar ember ügye. Remélem, ezt önök is így gondolják. Remélem, hogy önök is úgy gondolják, hogy a fogyasztóvédelem az emberek védelme, és nem csak hangzatos mondatok hangoznak erről. Ugyanakkor minden olyan kérdést, amit föltettem, arra ön nem válaszolt, államtitkár úr, ezért mindaddig fel fogom tenni, amíg ebben a nyilvánosságban nem hangzik el erre érdemes válasz, úgyhogy jelen pillanatában az ön válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdezem a tisztelt házat, hogy elfogadja Cséfalvai államtitkár úr válaszát. Kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a ház 207 igen szavazattal, 91 nem ellenében tartózkodás nélkül a választ elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, soron következik utolsó mai interpellációnk. Gyenes Géza, a Jobbik képviselője nyújtotta be a Nemzeti Erőforrás Miniszterhez, hogyan kívánja rendezni az állam jogkövetésből adódóan károsult családok ügyét címmel. Gyenes Géza képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, interpellációmat a kötelezően beadandó védőoltások miatt keletkezett egészségügyi károsodások ügyében adtam be, melyet Kellner László és családja kálváriáján keresztül kívánok szemléltetni. Nevezettek levélben kérték a segítségemet, tekintettel arra, hogy már több mint 3 hónapja levelet írtak az akkori házelnök úrnak, miniszterelnök úrnak, valamint 6 miniszternek, illetve több államtitkárnak, de a legtöbb helyről választ sem kaptak. Gyermekük a kötelező szabincsepp védőoltástól 1986 novemberében teljesen lebénult. A mai napig fizikailag képtelen az önellátásra, szellemileg azonban teljesen nép olyannyira, hogy egyetemre jár édesanyja egésznapos segítségével. 1987-ben egy jogerős ítélet a magyar állam kártalanítási kötelezettségét a károsodott gyermek vonatkozásában megállapította. Az Alkotmánybíróság a védőoltásokról hozott 39/2007 AB határozatában kifejtette, hogy amikor az állam kötelezővé tesz egy védőoltást, egyúttal dönt a kockázatok viseléséről is. Fentiek ellenére 2007-ben, amikor a szülők saját tönkretett életükért kértek perben nem vagyoni kártérítést a magyar államtól, a keresítőket elutasították, és közel 3 millió forint per költség megfizetésére kötelezték őket. Mindez történt annak ellenére, hogy a szabicsebb beadása miatt máig fennálló és súlyosbodó tartós károk keletkeztek. A magyar állam a fenti család életébe a kötelező oltás beadásával durván beavatkozott, akik már 25 éve nem élhetnek úgy, mint más normális szülők, illetve családok.
Az eset egyrészt megdöbbentő, másrészt az isteni igazságon alapulni rendeltetett emberi törvényekkel is ellentétes, hiszen egy magát demokratikusan mondó jogállamban nem lehet jogszerű, hogy a 25 éve folyamatosan fennálló kártalanítási igény kielégítése helyett a szerencsétlen családnak hálapénzként 3 millió forintot kell a bíróságnak és az ügyvédeknek perköltség címén fizetni azért, mert a magyar állam korábban volt szíves tönkretenni az életüket. Friss hír, hogy a fizetésképtelen családot a mai napokban éppen a kilakoltatás fenyegeti. Ez a család a történtek ellenére elképesztő erkölcsi és anyagi erőfeszítés mellett egyetemre járat egy magyar állam által egészségügyileg tönkretett gyermeket, hogy a nemzet részére értekes állampolgárot neveljen belőle. Ezt a családot ki kellene tüntetni, nem pedig tönkretenni. Tisztelt miniszter úr! A család levélben fordult a kormány tagjaihoz, akik közül csak hárman tartották fontosnak a válaszadást. A válaszok tartalmát úgy lehetne összefoglalni, hogy sajnálják, de a bíróság így döntött, és ők ezt a döntést elfogadják. Az sajnos esükbe sem jutott, hogy ezen a családon valamilyen más módon segítsenek, problémájukra emberséges megoldást találjanak. Az állam a 2006-os tűzijáték károsultjait kártalanítja, Orbán Viktor miniszterelnök úr szavait idézve azért, mert a tűzijátékra meghívta őket, de nem gondoskodott a biztonságukról. A védőoltásra viszont az állam kötelezi az állampolgárokat. Kérem a tisztelt miniszter urat, hogy szíveskedjen az alábbi kérdéseimre válaszolni. Amennyiben igazságtalannak és jó erkölcsbe ütközőnek tartja a család kálváriáját, függetlenül a bírói ítélettől, vagy éppen annak ellenére kívánja-e kezdeményezni az állam elutasító álláspontjának felülvizsgálatát. Számíthat-e ez a család arra, hogy a tőlük követelt 3 millió forint perköltséget méltányosságból elengedje az állam, lehetővé téve ezáltal, hogy elkerüljék az otthonukból való kilakoltatásukat? Lát-e jogszabályi vagy egyéb lehetőséget arra, hogy az állam hibájából károsodott magatehetetlen személyek hasonló helyzetbe került családjait valamilyen módon kártalanítsa a magyar állam? Várom a válaszát. Köszönöm. Megadom a szót Réthei Miklós miniszter úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Nincs annál nagyobb dráma, tragédia az ember életében, mint amikor a gyermekét betegség, ráadásul ilyen súlyos betegség éri. Fel se fogható az a fájdalom, amivel ennek a családnak évtizedek óta együtt kell élnie. Magam is úgy tartom, hogy a sérült gyermeket nevelő családoknak az állam részéről a lehető legnagyobb támogatást kell biztosítani. Az ön által ismertetett eset a bíróság által 2007-ben hozott ítélete folytán egy korábban kártalanított személy családjának nem vagyoni kártérítési igényének elutasítása, és az ebből eredő perköltség magas összege, melynek megfizetésére egy amúgy is nehéz anyagi körülmények között élő család lett kötelezve. A polgári peres eljárásban valamely peres félnek a bíróság által megállapításra kerülő perköltség egésze vagy egy része alól történő mentesítésére vannak lehetőségek a hatályos jogrendszerben. A bíróság által megítelt perköltséget az állam utólag elengedni nem tudja, lévén az alkotmány alapján a bíróság a törvényhozó és a végrehajtó hatalomtól független és elkülönült. Annak megítélése, hogy nehéz anyagi helyzete folytán a károsult család a neki már korábban megítélt kártalanítás mellett jogosult lehet-e valamilyen anyagi segítségnyújtásra, a konkrét tények ismeretében kérelemre egyedi esetben dönthető el. Amennyiben jelen esetben a család nehéz anyagi körülményei a károsodott gyermek ellátását veszélyeztetik, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az egészségbiztosító a biztosítottat méltányosságból segélyben részesítse. Képviselő úr azon kérdésére, hogy a jövőben a hasonló helyzetbe került családoknak milyen lehetőségei vannak, engedje meg, hogy röviden ismertessem. A jelenleg hatályos jogszabályok hogyan rendelkeznek az állam általi kártalanítás lehetőségéről. Az egészségügyről szóló törvény alapján az egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett kárigények polgári peres eljárás keretei között érvényesíthetők. A polgári törvénykönyv teljes kártérítést ír elő. A kár megtérítés